szia. Tehát nem mertem volna el, ugye? Nagyon jól csináltad, tegyük üresbe. És annyi, hogy mikor a váltót megnézed, hogy üresbe van-e, nem kell ennyire drasztikusan, csak elég egy finom mozgás, igen. Jó? Igen. Na és akkor itt segít nektek a gyalogos lámpája, jó? Hogy amikor piros, akkor? Amikor átvált pirosra, akkor igen, mehet az egyes. Vagy amikor villog, akkor már lassan tedd be egyesbe. Uh-huh. De csak zöld jelzésnél indulunk, arra figyelj. Figyelj, hogy majd csak zöldnél indulj. Óvatos kupon. Jó, a következő lehetőségnél balra kanyarodjunk. Sorolj fel ezőre. Tartod, úgy van. Gyalogos nincs. Megpróbálunk megfordulni egy ívben, jó? Tehát kiteszed az irányjelzőt, és már egy kicsit jobban eresz be az utcába. Igen, először jobbra, és akkor most a kuplungot benyomod, ugye? Egész meglassítod, egyesbe vagy, az jó? Egyesbe? Igen. És akkor jelzés balra. Csak ugye gyors vagy, és ugye a BMW így útba lesz. Jobban be kellett volna forgatnod. Nem baj, tolatunk egyet, jó? Ó, de erős fékek. Jobbra irányjelző, szétnéz. Kettőnk között néz hátra, hogy van-e mögötted autó? Hogy? És forgasd a kormányt. Többször néz hátra tükörbe is. Vissza a kormányt. Úgy van. Jelzés bal. Semmi baj, jó lesz az. Ez a szétnézel. Végzett, igen. Pedig milyen jó lett volna? Nem baj, semmi baj. Ez életszerű volt, mehetünk. Ugye nektek van elsőbségetek, csak a zebrára figyelünk. Ha megáll, nem áll. Megáll az, bizalmi elv. Látod? Nézd meg. Nem bízok senki. Jó kis kávszínlet volt. Igen. Mondom, hát még meghívlak. Kanyarodj balra, megbeszéltük. Fel is vettem úgy, hogy itt a bizonyíték. Finomabban azt a váltót, jó? Bemegyünk oda szembe, és megcsináljuk itt a szegélyeknél az Y-fordulóját, az jobbra megállási szándékot, kuplunk fék. Úgy van, egész közel a szegélyhez. Jó! És kezdheted az Y-t, jó, ügyesen. Hátra nézünk. Amott másik oldal. Tekered, ez az. Nagyon sietsz a kuplunkba, lassabban. És jön vissza a kormány, jön vissza. Jó? Mielőtt megáll az autó, mindig vissza. Oké. Okay. Igen, jelzés jobbra, kettőnk között hátra nézze, megnézed, ott van-e a Zoli. Többet néz hátra, és forog vissza a kormány miatt. Nem. Gyere még hátra. Állóhelyben nem tekerünk. Ó, hogy van. Látod? Hamar állsz meg. Egyes. Szétnéz. Egyébk jobbra is. Ahogy van. És akkor indul. Nagyon jó. Elmegyünk parkolni majd, tehát jó nagy íve menj, légy szíves, jó? Tehát a képzeltbeli felező nem menj át. Hát nem, mert szemből jönnek, látod? És te balra mész, ő egyenesen? Igen. Így van. És nagy íve, hogy hagyj helyet a többi járműnek. És akkor keresd majd egy helyet, jó? Jelezd ki a megállási szándékot. És szerintem ez is jó, az is jó, látod? Több hely is van. Kicsit még előrébb kell menned, jó? Kicsit még előrébb, jó. Mehet a hátra menet. Mikor fogod szedni? Mikor Renault-hoz érünk. Kb. Most, ugye? Teljesen szedd alá. Nagyon lassan menjünk. Nézd, hátra is. Most már ellenőrzöl, így van. És figyelj, amikor a vonal párhuzamba kerül az autó, akkor vissza. Most, ugye? Lassabban a kormányt. És egyenesbe tedd. Figyelj csak, nem egyenes a kormányod. De... Állóhelyben nem tekerjük, ezt megbeszéltük, tegyük egyesbe és korrigáljuk ki.
Nézd meg, ez egy tök jó parkolás lett volna, csak a kormányt itt felejtetted. Igen. Jó, és ezáltal a kocsi feneke jobbra húzódott. Jó, korrigáld ki, nézd a tükörbe a vonalakat. Miért remeg ennyire? A dízel. Még menned ki, és tedd egyenesbe a kormányt. Mindig úgy állom. Megint álló helyzetben? Igen, és akkor nézd a vonalat, hogy nem vagyunk párhuzamosak a vonalakkal? Tehát itt merre kellene korrigálnod? Balra, akkor korrigálj balra. Hátra menetbe vagy. Korrigálj balra. Hátra menetbe? Hát hogy meg? Tekerd balra a kormány. De ne rángasd, tekerd. Figyelj, engedjünk el mindent. Nézd ide. Engedje mindent. Figyelj, így. Ott a vonalat figyeld, mikor leszel párhuzamos. Nézd oda. Uh-huh. És most, de nem kapkodunk, egyenesbe tekerjük a kormányt. Így. Látod? Uh-huh. Ennyi a történet. Nem így. Oké? Okay? Hanem így. Istenem, most jó, betesszük üresbe, figyelj nyugodtan, és behúzzuk a kéziféket. Oké? Okay? Még egyszer csináljuk meg majd jobbra, jó?